A lakosság csaknem 80%-a legalább egyszer tapasztalt már valamilyen hát- és derékfájdalmat. Az ülő életmód az egészséges gerinc egyik legnagyobb ellensége, az elmúlt években viszont a telefonhasználat okozta helytelen testtartás is jelentősen növeli a gerincbetegségek kialakulását. A mobiltelefonok és különösen az okostelefonok megjelenése óta az életünk radikálisan megváltozott. Naponta átlagosan minimum 1, maximum 3 órát töltünk a mobiltelefonunk fölé hajolva, lényegében mindenhol, utazás közben, étkezés közben, de sokan még sportolás közben is a mobiljukba mélyednek. Ez a változás lényeges hatással volt a testünkre is. A telefon fölé görnyedés megváltoztatja a testtartásunkat, ami komoly hatással van az egészségünkre. Amikor a fejünk függőleges helyzetben van, vagyis a fülünk és a vállunk egy vonalban helyezkedik el, a lapockáink pedig hátra vannak húzva, akkor van a legkellemesebb, legjobb helyzetben a nyakunk és a gerincünk. Ilyenkor mondjuk azt valakire, hogy kihúzta magát. Ha így állunk, akkor a fejünk 4-6 kilónak megfelelő erővel nyomja a nyakat és a gerinc többi részét, melyek ekkora terhelésre vannak kitalálva, ez a normális állapotuk állva. Amikor viszont a mobilunkat nézzük, nyomkodjuk, a fejünket kissé lehajtjuk, a nyakunkat természetellenes szögben tartjuk, a vállaink előre esnek. Minél inkább meggörbülünk, annál nehezebb a nyak és a gerinc többi részének a dolga. Ha valaki mondjuk 60 fokos szögben előrehajolva tanulmányozza a telefonját, akkor akár körülbelül 25 kilónak megfelelő erővel terhelheti a gerincét. Vagyis 5-ször nagyobb terhet helyez rá, mint amekkorát egyébként normális testtartással tenne. Nem nehéz kitalálni, hogy ez hosszú távon, naponta több órában mennyire károsíthatja a szerveinket. Az izmaink kívánatos egyensúlyi állapota felborul, lesznek, amiket kevésbé használunk, így azok lassan erejüket vesztik, sorvadásnak indulnak. Míg más izmok éppen ellenkezőleg túl sok munkát kapnak, ami izomfeszüléshez, izomfájdalmakhoz vezethet. Mivel a helytelen testtartás folyamatosan erőlteti és terheli a nyaki csigolyákat és a gerinc többi részét, ez hosszú távon a kopásukhoz, deformálódásukhoz vezethet. Kevésbé közismert, de az állandósult görnyedt tartás fejfájáshoz, migrén kialakulásához is vezethet. Ha nem húzzuk ki magunkat, a légzésünk sem lesz teljes. Kevesebb oxigén jut a szervezetünkbe, amitől fáradékonyabbak leszünk. A görnyedt tartás árt a tüdőnek és a szívnek, hiszen a belső szerveink is összenyomódnak. Vendégem a stúdióban a téma kapcsán dr. Novicki Miklós ortopéd traumatológiai szakorvos. Köszöntöm. Jó estét. Hát az első kérdésem az lenne, hallgatva és nézve itt a felvezetők és anyagunkat, hogy mindenki tud róla, hogy gerinc problémája lehet esetleg? Valószínűleg nem tud mindenki róla, nyilván ez a tájékoztatástól is függ, de én is a statisztikai adatokat figyelve úgy gondolom, hogy tényleg aktuális ez a téma, és meg kell ragadnunk minden lehetőséget, hogy eljusson ez mindenki számára, mennyire fontos, hiszen gyakorlatilag a negyedik ipari forradalmat éljük, a robotizáció, a digitális világ oly mértékben vesz minket körbe, ahol olyan gyorsan változik az életkörülményünk, annyira felgyorsult az életkörülményünk átalakulása, ami bizony nagy mértékben kihat az egészségünkre. Ha egy mozgásszervi szempontból közelítem meg ezt a kérdést, akkor bizony nagyon nagy mértékben kihat a gerincre, a gerinc problematikájára. Foglalkozni kell ezzel a kérdéssel. És valószínű, hogy minél fiatalabb korban kell odafigyelni, és ehhez nem tudom, milyen tanácsokkal tud szolgálni, mert alapvetően ugye a megelőzés az magában foglalná, hogy a gyerekeinkre már odafigyelünk, és normális tanácsokkal látjuk el. Ehhez az kellene, hogy tudjuk, hogy mi az, ami normális, tehát valahol nem is tudom, hogy hol kellene elkezdeni. Hát, hogyha nekem van időm, és egy beteget megvizsgálok, szeretek elkalandozni az időben. Egész messzire elmegyek a múltba, és felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy milyen érdekes az, ahogy az emberré válás útján egyáltalán kialakult a két lábon járó ember, a Homo sapiens. Ha egy millió évvel visszamegyünk, és azt nézzük, hogy az emberré válás során egyetlen gerincesként két lábra álltunk, felegyenesedett a törzsünk,
a gerinc egy egészen új, megváltozott körülmények közé került, egy egészen új probléma adódott, amit akkor hosszú-hosszú év, századok, évezredek alatt meg tudott oldani a szervezetünk. Emellett létrejött a nyaki, háti, deréktáji görbülete a gerincnek, egyedül az embernek van ilyen görbületi struktúrája, egyetlen gerincesként, még a majmoknak sem fejlődött ki ez a gerinc anatómiája, és ez a megváltozott anatómiai helyzet biztosította azt a rugalmas ellenálló képességet, azt a teleszkópszerű csillapító képességet, ami biztosította azt, hogy mi két lábon tudjuk terhelni a törzsünket. Ez egy nagyon érdekes kérdés, és akkor is nagyon érdekes kérdés, amikor gyerekeket vizsgálunk, mert például újszülött korban még nincsenek kifejlődve ezek a görbületek. Néhány hónapos korban, amikor emeli a fejét, kezd kialakulni a nyaki görbület, ha felül a gyermek, kezd kialakulni a háti görbület, majd a járás kezdetekor kezd kialakulni a deréktáji görbület, és ez bizony egy 10-11 éves korig tart, mire azt mondhatjuk, hogy a felnőttre jellemző anatómiai struktúra kifejlődött. Ebből következik, hogy a gyermekkorban sokkal sebezhetőbb a gerinc, sokkal könnyebben lehet ártani a gerincnek, és sokkal jobban oda kell figyelnünk arra, hogy hogyan kísérjük végig ezt a fejlődési folyamatot. A megváltozott életkörülmények, megint utalva az előbbiekre, bizony ebben okoznak nagy kérdést és problémát nekünk, hogy a gyermekeket, a fiatalokat hogyan tudjuk abba az irányba tolni, hogy bizony jó irányba fejlesszük a gerinc anatómiáját. A leggyakoribb gond, hogy a támasztó izomzat például nem fejlődik megfelelően, gyakorlatilag nem ad támaszt a gerincnek. A másik gond, hogy az állandó ülés, nyilván itt erre majd részletesebben is ki fogunk térni, milyen megváltozott új problémát jelent a gerincnek. Ezekre oda kell figyelni, és ha ezekre odafigyelünk, akkor tudjuk biztosítani azt ebben a fejlődési folyamatban, hogy a gerinc tényleg jó anatómiai helyzetbe fog kerülni, és életünk során biztosítja majd azt a feladatot, hogy megtámasztja, tartja a törzsünket, és egész életünk során terheljük azt. Egész érdekes, hogy még korábban csak a középkorban vagy az idősebb korban megjelenő betegségek ma már egészen gyermekkorban is megfigyelhetőek. Meglepve látjuk, hogy 13-14 éves gyerekek gerincsérvel jönnek, és az MR vizsgálat ilyen betegségeket igazol. Ezek korábban nem voltak gyakoriak, azt tapasztaljuk, hogy az idősebb korban megjelenő problémák tolódnak egyre inkább a fiatalkorba, és fel kell készülni ezeknek a gyógyítására is. Nem tudom, hogy melyik a jobb megoldás, ha azt mondjuk a gyerekeknek, hogy mit ne csináljanak, vagy inkább abba az irányba tereljük, hogy mit csináljanak és hogy csinálják. Jó kérdés. Szerintem azt mindenképp mondani kell, hogy mit csináljanak. Nyilván sokszor mi is rossz példát mutatunk a mi életünkkel, és nagyon nehéz ilyenkor jó választ adni. Ha csak a felvezető szövegre gondolok, hogy a mobiltelefon használat, ha jól tudom, minden lakosra jut ma már egy mobiltelefon, és tényleg ez az állandó előrehajtott helyzet. Ma már úgy közlekednek az emberek, hogy a fejüket lehajtják. Egyszerűen nem néznek előre, nem emeli ki senki a fejét. A nyak nem kerül normális helyzetbe. A nyaki gerinc egy nagyon érdekes része a gerincünknek. A nyaki gerinc a legmobilisabb szegmense a gerincnek, nem csak előre-hátra, de jobbra-balra rotáló mozgás tartománya is nagy, és ebből következik, hogy kifejezetten sebezhető is a nyaki gerinc. Gyakorlatilag az állandó monoton előre-hajlás, ez lehet számítógépes munka, vagy a mobiltelefon használata, természetesen túlterheli a gerincet, nem kapja meg a normális mozgás tartományát, létrejönnek a fájdalmas gerinc szindrómák. Azért mondom, hogy szindróma, mert nyilván több oka lehet, több probléma is okozhat hasonló tünet együttest, ilyenkor hívjuk ezeket szindrómának, és akkor jelentkezik a fájdalmas, például a nyaki gerinc szindróma. A nyaki gerinc, hál' Istennek, hogy így mondjam, hogyha megbetegszik, viszonylag hamar okoz fájdalmas mozgásbeszűkülést, ezért viszonylag hamar orvoshoz fordulnak a betegek. Ellentétben a háti és a deréktáji gerinccel, ahol sokszor sokáig rejtve maradnak a problémák. Egy gerincferdülést nem mindig olyan könnyű diagnosztizálni, mint mondjuk egy fájdalmas nyaki szindrómát, ha már itt a mobiltelefonozásról beszélünk. Egy gerincferdülés ennél sokkal összetettebb. És ebben van nagy szerepe például a szűrővizsgálatoknak,
ami azért Magyarországon jelenleg megoldott, én úgy gondolom, és ebben van nagy szerepe a szakorvosi vizsgálatoknak, de sokszor a szülőknek is, és felszoktam hívni a figyelmet arra, hogy igen, pont serdülőkorban, amikor a leggyorsabban fejlődnek a gyermekek, és a leggyorsabban romlik a gerincnek az állapota, olyankor zárják magukra a fürdőszoba ajtót a gyerekek, olyankor öltözködnek már titokban, mert szégyenlősek, mert félnek, vagy vallási, vagy egyéb okokból nem látják a szülők a gyermeküket levetkőzve. Nagyon sok olyan kompenzált gerincbetegség van, kompenzált görbület, ami látszólag nem is okoz semmi problémát, aztán eljön hozzánk egy vizsgálatra, és akkor látjuk, hogy van egy olyan mértékű gerincfertőzés, amit minimum fűzővel adott esetben akár műtéttel kell kezelni. Hát úgy gondolom, hogy nem mehetünk el a serdülőkor és a gyermekkor kapcsán a sport mellett sem. Vannak ugye sportágak, amelyeket elég hamar el lehet kezdeni, de vannak olyanok, gondolom, ami pont még a kötelező fejlődési időszakok miatt nem kell, hogy nagyon rendszeresen beépüljenek a gyerekeknek már egész kiskorukba. Mondjuk itt a teniszezésre gondolok például. Én nagyon szeretem a teniszt, pont én azt mondom, hogy minden sportot végezzenek a gyermekek. Én egy kicsit olyan orvos vagyok, aki... inkább noszoktatom akár a szülőket, vagy a gyermekeket. Én erőteljes versenyszerű Nyilván vannak egyoldalú megterhelés jelentő sportok, amik biztos, hogy aszimmetrikusan terhelik a testünket. Adott esetben akár a tenisz, vagy bizonyos más labdajátékok egy aszimmetrikus izomterhelést adhatnak, de én még mindig úgy gondolom, hogy több előnyös hatása van bármelyik sportnak, nem az extrém súlyemelésről beszélek itt nyilván, mert az tönkreteszi a gerincet, de az alapvető sportok általában csak jótékony hatással bírnak. Én még azt mondom, hogy inkább sportoljon valaki teniszezzen, mint otthon a számítógép előtt üljön. Nagyon érdekes egyébként, és ebből következik a gerincnek a gyógyítása is, mert alapvetően két stratégia van, én úgy gondolom. Az egyik, a gerincnek meg kell őriznünk, és helyre kell állítanunk a mozgásképességét, mobilis szegmens legyen a gerinc, mert gyakran beszűkülnek a mozgástartományuk, és ez az egyik probléma. A másik pedig a támasztó izomzatot kell megerősíteni. Tehát egy jól mozgó mobilis struktúrát kell kialakítani, miközben egy nagyon jó erős támasztó izomzatot kell létrehozni. A kettő együtt kell, ezért nem elég csak a gerinc mobilizáló torna önállóan, vagy ezért nem elég csak az izomerősítő torna vagy úszás például, a kettőt együtt kell alkalmazni. És azok a sportok, amik megadják a gerinc mobilitását, azok én úgy gondolom, hogy mind-mind ajánlott, és azok a sportok, amik erősítik a hát izomzatát, talán még azok is, amik egy kicsit aszimmetrikusan, én úgy gondolom, hogy ajánlottak. Beszéljünk egy picit arról, hogy ugye többféle gerinc probléma létezhet. Hány százalékban, milyen mértékben visszafordíthatóak a folyamatok? Tényleg többféle gerinc probléma van, és ahhoz, hogy ezt lássuk, akkor egy kicsit így csoportokra kell venni ezt a kérdést, mert ugye beszéltünk a gyermek fejlődő gerincéről. Nyilván, hogyha ezek az anatómiai görbületek nem fejlődnek ki, vagy egy egyenes gerince lesz, mondjuk egy lapos háta például a gyermeknek, ez önmagában egy rigid struktúra, ez egy merev rendszer, nem fog rugalmasan működni, nem tölti be a feladatát. Az se jó, hogyha túl nagy görbületek fejlődnek, mert akkor meg szétesik az egész rendszer, nincs tartása, de ez a gerinc fejlődésének az egyik szaka. A másik, hogyha gerinc tartás vagy fejlődés zavarról vagy ferdülésről beszélünk. A gerinc tartás zavarok lényege, hogy a támasztó izomzat nem tartja meg, nem működik jól. Ezeket hívjuk mi funkcionális zavaroknak vagy tartás zavaroknak. Hál' Isten, ezeket nagyon jól lehet gyógyítani. Gyógytorna, izomerősítés, tartásjavítás, klasszikusan, ahogy régen tanultuk, hogy könyvet teszünk a gyermek fejére, vagy seprűnyelet a hóna alá, ezekkel a módszerekkel jó eredményt tudunk itt elérni. De van egy másik csoportja a gerincferdüléseknek, ezek az úgynevezett strukturális zavarok. Ezek nem olyan egyszerű problémák. Itt nem a gyermek tehet arról, hogy kialakul ez a betegség, itt egy olyan ismeretlen okú, genetikailag determinált probléma jön létre, mely során a csigolyák szépen elkezdenek tekeredni egymáson, jelentve az, hogy ez egy rotációs, egy torziós probléma, és ennek megfelelően fognak eltekeredni ezek a fiziológiás görbületek, létrehozva egy olyan progresszív, komoly anatómiai deformitást, amit nem tudok egyszerűen könyvvel a fejre téve, vagy seprűnyéllel a hónom alatt meggyógyítani.
Ezeket a problémákat komplexen kell kezelni, és nem olyan egyszerű jó eredményt elérni, sőt, én azt szoktam mondani, hogy ha mindent jól csinálunk, a szülőt, gyermeket és mindenkit bevonva, inkább csak megállítani vagy lelassítani tudjuk ezeket a folyamatokat, visszafordítani nem. Ezt figyelembe kell venni mindenki. Tegye meg, hogy a beszélgetés végén a kedves nézőket invitálja a szűrővizsgálatra. A szűrővizsgálat, igen, nagyon-nagyon fontos, meg kell vizsgálni a gerincet, és hát foglalkozni kell vele, akár a sportolással, tornával, egészségtudatos nevelés, én úgy gondolom, hogy ez a lényeg. Nagyon szépen köszönjük, hogy bejött a stúdióba és tájékoztatott. Köszönöm szépen.